Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma esti sportmagazinunkban lesznek erős emberek, karate versenyek, női labdarúgás és szivacs kézilabda. Első összeállításunk Kislődön készült. A Bakonyi Kalandparkba gyűltek össze a mai nap folyamán Magyarország igazán erős emberei. Hogy került erre a helyszínre ez a verseny? Hát most már mondhatjuk azt, hogy hagyománya van itt az országos bajnokság döntőjének. Ez a harmadik éve, hogy itt rendezünk, előtte is voltak kisebb-nagyobb versenyeink, aztán itt egy olyan exkluzív környezetet tudunk teremteni, hogy egy nagyon szép filmet tudunk erről forgatni, és igazából ki tudunk mindent próbálni, és ezért esett a választás Kislődre. Milyen típusú feladatokkal kell itt megküzdeni az erős embereknek? Hát itt igazából nem elég csak erősnek lenni, itt ügyesnek is kell lenni, gyorsnak és kitartónak, illetve nagyon fontos szerepe van a technikának. Plusz az állóképesség is azt hiszem, hogy lényegesebb nagyobb szerepet játszik, mint sok más hasonló sportágban. Milyen eszközökkel kellett megbirkózniuk? A mai napon az első ugye az a 4-es röngnyomás volt, 4 darab röngköt kellett kinyomni fejfölé, 115, 125, 135, illetve 145 kg-osak voltak a röngkök. Aztán következett a hordodobás magasra, itt 25 kg-os sörös hordót kellett feldobni minél magasabbra, egy állványon keresztül. A harmadik versenyszámunk egy 480 kg-os traktorkerék volt, ezt kellett megfordítani 5-ször. Aztán volt egy erőemelő versenyszám a felhúzás, minél nagyobb súlyt kellett a versenyzőnek elemelni a földtől és kiegyenesedni vele. Ezután következett az úgynevezett izlandi kereszt, ez egy új versenyszám, 120 kg ennek a speciális eszköznek a súlya, ezt kellett elvinni minél tovább, és a hatodik versenyszám volt egy vegyes feladat, ahol egy malomkövet kellett kinyomni, súlypiramisba kellett felvinni két súlyt, és a végén a klasszikus kőgolyó emelés zárt. Hány versenyző próbálkozott meg ezekkel a feladatokkal? Az előzetes kvalifikációból 12 versenyző jutott be, sajnos, hogy az egyik legnagyobb favoritunk Nagy Ákos megsérült a harmadik versenyszámnál, neki innen is jobbulást kívánunk, és gratulálunk a győztesnek. Ki lett a győztes? Hajnal Tamás, egy martfői fiatalember, aki 5 évvel ezelőtt 5. volt, 4 évvel ezelőtt 4. volt, 3 évvel ezelőtt 3. volt, 2 évvel ezelőtt 2. volt, és az idén pedig 1. lett. Akkor ezek szerint az idő múlása ebben a sportágban is azt jelenti, hogy egyre inkább megérnek a versenyzők, a játékosok. Hát egy bizonyos szintig. Én most éppen ugye 39 éves vagyok, én nyertem valamikor 4-szer országos bajnokságot, én már megyek kifelé, véletlenül idézőjelben mondom, hogy belecsöppentem ebbe a mai versenybe, de nagyon jól éreztem magamat újra, 5 éve nem indultam az országos bajnokságon a döntőbe. Kicsit az alaperőt kell felhozni, aztán jól leszek. Saját magaddal szemben az volt az elvárás, hogy győzöl a mostani versenyen? Igen, ezt szeretném volna véghez vinni. Ugye Nagy Ákos lett volna nagy ellenfelem, ő sajnos a második versenyszámban komoly sérülés szenvedett, ezáltal haza kellett utaznia. Jobbulást kívánok neki egy éven keresztül is. Szerettem volna megnyerni a bajnoki címet, tavaly második helyet sikerült megszereznem Szabó Zsolti után. Fél ponttal maradtam le a tavalyi döntőn. Nagyon boldog vagyok a bajnoki címemnek. És Kürti Laci bácsinak ajánlom ezt a bajnoki címet, az én nevelőedzőm, ő már sajnos nincs köreinkben. Mikor döntötted el, hogy te igazán nagyon erős ember szeretnél lenni, és ebben a sportágban elindulsz? Hát én most vagyok jelenleg 23 éves, 90-es születésű vagyok, 16 évesen már indultam megyei szintű versenyen. És ugye egyre feljebb és feljebb törtem. 2010-ben már részt vettem a ország legerősebb embere versenyen, és aztán ott 5. helyet szereztem. Aztán most eljutottunk ide, hogy megvan a bajnoki cím. Hogyan lehet edzeni egy ilyen versenyre? Mert nem biztos, hogy mindenkinek van otthon mondjuk traktorkereke, ahol ezt a versenyszámot tudja gyakorolni. Hát nekem otthon megvan adott minden feltétel. Vállalkozó vagyok, fitness termeket üzemeltetek, és ezen belül ugye beszereztük a erős ember eszközöket, és így bírunk velük gyakorolni. Mi megyei kis csapatunkkal 5-en vagyunk Martfűről versenyzők. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nap kell edzeni, minden nap kell küzdeni azért, hogy egy ilyen eredményt el lehessen érni? Igen, heti 7 edzésem van. Ebben van ugye kardió edzés, súlyzós edzés és eszközös edzés. Ezután a mostani verseny után, ezután a cím után mi lesz a következő lépcső, amit el szeretnél érni? Szeretnék nemzetközi és világszintre lépni. Először még Magyarországon, a magyarországi fordulókon, aztán pedig külföldre is bontogatni a szárnyaimat. A verseny folyamán mi az, ami a legkönnyebben ment?
Úgy érzem, hogy gumiborítás sikerült a legjobban, a harmadik versenyszám. Ott azt gondolom, hogy sikerült kicsit meg is törnöm a verseny, többi versenyzőt. A legkevésbé igazából nagyon hosszú napon vagyunk túl, 7 versenyszámon, és az utolsó 2 versenyszámon már éreztem, hogy fogy az energiám. Ez nehéznek bizonyult, de technikailag sikerült, hál' Istennek megoldanom. Hogyan lehet, ahogy említetted is a verseny végén, mégis föltüzelni saját magad és a legutolsó tartalékenergiákat is kipréselni magadból? Hát mindenképpen kell a barátok, edzőtársak, edzők biztatása, nagyon fontos. Meg hát hihetetlen komoly elszántságot igényel ez a sport. Én már 3. éve ad a Kislődi Kalandpark otthont az országos erős emberek versenyének. Miért tartjátok fontosnak, hogy helyet adjatok ennek a rendezvénynek? Igazából úgy gondoljuk, hogy mi is nagy sportemberek vagyunk, és mindenféleképpen érdemes a sportot ilyettén mód behozni a kalandparkba, hiszen a kalandpark is arról szól, hogy egy kicsit a sportra biztatjuk az embereket, egy kis aktivitást próbálunk náluk elérni, és azt látjuk, hogy ennek meg is van az eredménye. Sokszor tapasztaltuk, hogy a fiatalok nálunk eltöltött órák után álltak neki aktívan és rendszeresen mozogni. Mekkora volt az érdeklődés ez iránt a verseny iránt a mai napon? Úgy gondolom, hogy szép számmal voltak versenyzők és nézők is. A harmadik év olyan szempontból mindenképpen igaz, hogy most már a döntőt rendezzük 3. éve. Előtte is volt mellett Nyugat-Magyarország döntőnk, illetve skótfelföldi játékok, mint kuriózum. De úgy gondolom, nagyon magas színvonal volt most is a verseny és a nézők biztatása is. Különböző helyszíneken állítottátok föl a versenyzők számára a feladatokat. Ez mennyire okozott nektek nehézséget, mint szervezők? Igazából hál' Isten volt egy-két erős ember segítségünk, akik ezeket a nehéz eszközöket pakolták helyettünk, de talán így egy kicsit változatosabbá tudtuk tenni a versenyt is, és ez egy plusz feladat volt a versenyzőknek is, hogy egy adott helyszínhez úgymond akklimatizálódniuk kellett egy-egy versenyszám erejéig. Előttünk a nyár, lesznek-e még olyan napok, lesznek-e még olyan rendezvények, amik egy kicsikét kitűnnek a Kislődi Kalandpark mindennapjaiból? Igen, lesznek rendezvényeink. Kiemelném a 2 színházi előadásunkat, a Turaida Színház játékával, ahol nagyon neves színészek fogják bemutatni a 2 vígjátékot, és továbbra is megrendezésre kerül a Betyár találkozó, folyamatosan lesznek gyerekműsorok a parkban, új játékokkal bővül a park, nyár közepére reményeink szerint átadásra kerül egy új boppálya a kalandpark területén, valamint tervezünk egy óriás csúszópályát is, ahol több mint 1000 méter hossz tudnak becsúszni majd a vendégeink közel 80 km/h sebességgel. Ha valaki részleteket szeretne megtudni ezekről az újdonságokról, az interneten hol találja meg a kalandparkot? Az interneten a www.bakonyikalandpark.hu-n, vagy a Kalandpark Facebook oldalán is nyugodtan lehet böngészni. Folyamatosan ezeket frissítjük, és szoktuk tanácsolni, aki azonnali információkat szeretne, annak érdemes feliratkozni a hírlevelünkre, hiszen minden ilyen rendezvényünkről, esetleges akciónkról hírlevélben a vendégeinket értesíteni szoktuk. Vannak-e esetleg nyereményjátékaitok? Igen, folyamatosan vannak programaink keretén belül, akár a lóversenynek a keretén belül lehet nyerni akár belépőket, akár más komoly nyereményeket, volt már táblagép is az idén, amit megnyertek vendégeink, illetve kincsvadászat, ami népszerű szokott lenni nálunk, ahol a gyerekek vadásznak különböző kincsekre a fűzlabirintus területén. Itt a játékokon kívül szintén lehet egész napos karszalagot és belépőt nyerni ide a parkba hozzánk.